11-es. Kiser Tóth-tól kapta vissza a kényszerítőt, aztán komótosan besétált a 16-oson belülre, valóban volt egy kis lökés. 10. perc, Pintér rúgja a büntetőt. Óriási erővel vezet a Diósgyőr. Mirjuca. Óriási helyzet volt. Monye csúsztatott, és Hanyecről ment ki a labda. Tóth György veszi le, Kiser. A túloldalon lopakodik, és kap óriási labdát. Kotula, be kell rúgnia, de nem rúgja be. Horváth Ferenc. Nem jutott vissza Dulicshoz. Takács indul. Horváth még. Takács már le sem volt érzésem szerint. Horváth egyedül. Hanyecba. Bekő. Tóth Norbert. Horváth Ferenc. Mirjucáig hátra. Lőrinc a másik oldalon. Most kapja Lőrinc. Rendszeresen előre húzódik az emberfogó. Lőrinc. Jó lövés volt. Mitring, Bekő, ketten is támadják, éppenséggel nem volt vidám dolog. Itt az itzer, Varga Sándor, középre, Bíró, de nem ő emelte fölé, hanem Tóth György. Pető. Nem jut el Monyéig. Takács nem elégszik meg bedobással. Horváth, de szép volt! Hanyec. Van hideg vér benned, Véri. Meg kellett várni a lesről visszafutó társakat. Mirjuca. Takács. Takács. 11-es. Takács megcsinálta a szokásos 11-esét. Nagy Sándor lépett oda neki. Horváth és Mirjuca látni sem akarta ezúttal a labdát. Dvéri vállalja el. Be is rúgja. Dvéri Zsolt hőssé avanzsálhat ezzel az egyenlítő góllal. Korsós indulhat. Korsós. Hatalmas léptekkel. Jól teszi ki Takácsnak. Horváth! Tizenhárom szögletet rúghat most már a Fehérvár, vajon ez a 13. szerencsét hoz-e? Mirjuca. Nem sokon múlt, Korsós előtt lehet még. Onnan már nem lehet kapura rúgni. Viszont jól látta meg Jávorkát. És ez az emelés is jó, Pető elé, Pető! Mirjuca még a Hanyecről kipattanó labdával. Gól! Monye! Mirjuca tökéletes paszt adott, tökéleteset! Monye pedig ott érkezett, ahol már az égvilágon senki nem akadályozhatta meg a gólszerzésben. Zimmermann. Mirjuca a jobb oldalon, egyből középre. Érkezik Takács. Gól! Nem lesz 11-es, mert gól! De nem fogja megadni a játékvezető. Érvényteleníteni fogja. Meggyőződésem, hogy téves partjelzői beintésre. Ez nem volt les. Itt a helyszínen nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy nem volt les. Talán a tévéképernyője előtt önök már megítélhetik. Mirjuca egyből teszi középre a labdát, és a védők mögül érkezik Takács Lajos. Tehát marad a 2-1. Nem volt egy könnyű mérkőzés valóban.